Immár hagyomány, hogy augusztus első vasárnapján Szent Donát tiszteletére tartanak misét a nevét viselő kápolnánál. A kápolna búcsúján Tornyai Gábor plébános celebrált szabadtéri ünnepi szentmisét Fehérvár legmagasabb pontján, ahol 1733-ban építettek először Szent Donát tiszteletére kápolnát. A városnak van egy fogadalmi ünnepe, illetve sok fogadalmi ünnepe van, de az egyik ilyen a Donát, Szent Donáthoz kapcsolódik, aki itt, amikor még szőlőhegyként funkcionált az öreghegy, akkor a szőlőhegyek védőszentjeként, védelmezőeként szólították meg, vagy keresték őt meg. De hogy azért alapvetően, hogyha bármilyen szentet is tisztelünk, mégiscsak a legfontosabb számunkra, hogy az Istennel való kapcsolatunkat éljük meg. Az itt élők egész életüket, egész kultúrájukat, mindennapjaikat, családi ünnepeiket, napjaikat, hónapjaikat, az egész évüket mind-mind az Isten jelenlétében próbálták megélni. Pont az elkövetkezendő napokban lesz a színeváltozás ünnepe, amikor Jézus fölmegy a hegyre, és a tanítványok, akik vele vannak, meglátják azt, hogy milyen is ő igazából. És amikor feljövünk ide a hegyre, a Dunát kápolna, ez a város legmagasabb pontjára, akkor itt nem csak arról van szó, hogy egy múltra való emlékezést élünk meg, hanem egy jelenben való találkozást azzal az Istennel, akihez az elődeink is fohászkodtak, akinek től a segítséget kérték. Az emberek számára fontos volt a reggeli és az esti harangszó. Keresztvetéssel kezdték és fejezték be napjaikat. Fontosak voltak a mindennapi imádságok, a családi és egyházi ünnepek, amelyekben lehozták magukhoz és befogadták az Istent, akinek megnyithatták a szívüket és a lelküket.